Katka számára a péntek nem kezdődött a legjobban. Éjjel hosszú idő óta először megint bepisilt. Repülős álmok gyötörték, ördögök arcát látta bennük, kergetőztek körülötte, beszélni akartak vele, hívták, de nem hallotta őket. Szörnyű feszültséget érzett, és a pillanat, amikor maga alá vizelt, megkönnyebbülést jelentett számára. Ő nem szereti, amikor Katka bevizel. Te barom! Üvöltött rá. Szemét, idióta, húgyos barom! Katka a helyiség másik felébe nézett. A matracon a mosdókhagyló mellett pufók, szürkés rózsaszín sziluettet látott. Anya az. Alszik. Katka lapos orrocskájának nyílásain át mély levegőt vett. Felismerte az illatokat és a szagokat, és megértette, mi történt. A vizecskék. Anya sok vizet ivott. Vöröset, barnát, meg fehéret, aztán meg rosszul lett, és a szájából meg kieresztette a vizeket a mosdóba, meg valószínűleg a földre is, hiszen a matrac körül minden fény lett és fehér lett. Anya most alszik, és hát nem nagyon fogja felébreszteni egyelőre semmi. Ő föléje hajolt. A hajánál fogva megragadta, és kicibálta az ágyból. Te koszos, húgyos szemét, idióta, üvöltötte, majd én megtanítalak. Elrángatta a mosdóig, még mindig a hajánál fogva. Csuklójára zsinort erősített, és a csaphoz kötötte. Majd én megtanítalak a tisztaságra, szemét, idióta, kiabált. Én vagyok az apád! Apa. Különös szó. Különös, borzalmas. Még rosszabb, mint a szemét. Szemét azok ők ketten, anya meg Katka. Míg az apa az ő. Jézsi belefáradt a kölök gyapálásába, a kislány viccesen nézett ki a mosdóhoz kötve. Sürgető nyomást érzett a lágyék a táján. A gyerek gyapálása jólesően felizgatta, nem maradt más hátra, mint hogy kieressze a gőzt. Részeg feleségéhez térdelt, a hátára fordította, és nem törődve az álmatag morgolással, szétterpesztette a lábát. Kritikus pillantást vetett a borostás szőrzettel ritkásan benőtt dundi nemiszerre, és a kék-zöld foltokra, melyek szinte egybefüggő felületet képeztek combja belső oldalán. Te is randa vagy, de legalább nem pisáltad össze magad, mint az a büdös fattyú, mondta, hozzábújt és könnyített magán. Majd bágyadtan felkelt, és látta, hogy a kislány figyeli. Lekevert neki egy pofont, aztán átvizsgált pár üveget, talált egy kis fernet maradékot, a korty alkoholtól jobb kedvre derült. Eszébe jutott, hogy a kölköt már kellőképpen megbüntette, és már ideje lenne kiszabadítani a mosdókagyló fogságából. Jó van, mondta. Lába azonban megrogyott, ő pedig elterült a matracon, a hangosan horkoló nő mellett, aki a hátán feküdt, szétterpesztett lábakkal. Arra ébredt, hogy valaki vadul rázza a vállánál fogva. Azt hitte, Rúzsa az, de rögtön rájött, hogy a nő továbbra is durmol mellette, csak átgördült az oldalára. Megfordult, és Pistát pillantotta meg maga felett. Kérj fel, fater, bazd meg, a kurva életbe! Ébrezgette Pista. Kint a picsába, gyere már! Ne húzd a lóbőrt! Pista drogos volt. Egy emelettel feljebb időzött, ő volt az álló csillag abban a folytonosan változó narkós buliban, ahol egymás kezébe adták a kilincset a drogosok. Isten tudja, miért választotta pótapjának Indrát. Az agya már leépült, a szeméből spriccelt az éc, Indra kedvelte. Már hogy a fenében, amikor faternek szólította? Pista soha nem volt a szavak embere. A drogok már agyának jelentős részét lebénították, így a beszéd már nem ment neki olyan flottul, mint az előtt. A vékony nylon jacket viselő vézna srác felrázta Indrát, rákényszerítette a nadrágot és kivoncolta az utcára. Indra bágyadtan védekezett, próbálta jelezni, hogy azt a kis patkányt ki kéne kötözni, mert már kékül a pofája a dögnek. Csak hogy kint valami fontos dolog zajlott, ami nem tűrt halasztást. Prága főpolgármestere Jan Koukál az íróasztalánál ült, és kelletlen pillantásokat vetett a Polgári Demokrata Párt vezetőségi ülésére előkészített dosszié kupacra. Kicsit olyan érzése volt, mintha más világból származó problémák szemelvényeire tekintene. Ki se akarta nyitni őket. Nap mint nap olyan problémákkal kellett foglalkoznia, melyekről se egy davoszi, se egy harvardi konferencián nem lehetett előadást tartani. Ehelyütt kialudt a lámpa az íróasztalán, ezzel egyidejűleg elszállt az iroda mennyezeti világítása is. Pont. Na pont erről van szó, gondolta magában Koukál.
Már megint áramkimaradás. Az ilyenfajta marhaság alaposan kihozza az embereket a sodrukból. Az órájára nézett. 3:45. A legrosszabb kor jött. Péntek van, 3 napja kellemesen süt a nap. Mindenki tűkönülve várja az első igazán tavaszias hétvégét. Attól függ, mekkora a kiesés, ha a villamos hálózatot is érinti, akkor jó pár órás forgalmi fennakadással lehet számolni. Felemelte a kagylót, hogy felhívja a titkárt. A telefon süket volt. Aztán rájött, hogy még valami nem stimmel. Ismét az órájára pillantott, és akkor konstatálta, hogy nem jár a másodperc mutató. Bosszusan letette a kagylót, felállt, kiment a titkárságra. Bábinov, hát nézze már utána, hogy mi történt. Utasította a titkárnőjét, aki hordozható számítógépe fölé görnyedeült az íróasztalnál. A notebook sem működik, mondta Bálvinová, pedig abban akkumulátor van. Működnie kéne. Igaza van a nő személynek. A telefonnak és az órának is működnie kéne. Mi a fene folyik itt? Valami olyasmi történt, ami fizikailag egyszerűen lehetetlen. Vészjelzők kapcsoltak be az agyában, eszébe jutott a hidegháború egyik incidense, amikor az oroszok felfedezték a módját, hogy hogyan tudják erős sugárzással megbénítani az ellenség energetikai és telekommunikációs rendszereit. Mit jelent az elektromosság ilyen érthetetlen lefogyása? A notebooka most semmire sem megy, egy eszemek kókál. Az idegesség már a hangjába is átszivágott. Hívja ide Naszkét, tette hozzá. Visszament az irodájába. Keresztül a szobán, az ablakhoz lépett, kint álltak az autók. A sofőrök kiszálltak a járművekből, valami vitatkoztak. Mi ez, baleset? Nem. Az autók nem értek egymáshoz, csak furán álltak olyan helyeken, ahol kocsik sosem állnak. Valaki kopogott az ajtón. Jöjjön be, válaszolt a főpolgármester. Naszke volt az. Leállt az elektromosság, jelentette a műszaki vezetés főnöke. Leállt a kocsik motorja, se telefonok, se vészvilágítás nem működik. Kókának nem volt szükség a természettudományi végzettségére ahhoz, hogy tudja, aminek éppen a szemtanúja, az fizikailag lehetetlen. Naszke az eget kémlelte, Kókának olyan érzése volt, mint a folyékony ólom keringene az erejében. Rájött, hogy miért bámul Naszke meretten az égre. Nekem is megfordult a fejembe, mérnök úr. Valahogy így kezdődhet a 3. világháború. Ahogy Jindra és Pista leértek a Zamocsnyicénél lévő kis térre, a motor felől egy emberekkel teli villamost láttak nagy sebességgel lefelé száguldani, T3-as típusú, leggyakoribb Prágában. Több fékrendszerrel rendelkezik, csak hogy azzal senki se számolt, hogy elektromosság nélkül ezekkel nem lehet megállítani egy teljes sebességgel a dombról lefelé száguldó teli villamost. Úgyhogy Jindrának volt bőven látnivalója. A másik oldalról a vámhivatal felől sikoltozás hallatszott. Ahogy abba az irányba tekintettek, tarkára festett villamos kocsikat láttak egymás hegyén hátán. 2 vagy 3 szerelvény már egymásba rohant, most közeledett feléjük a következő. A villamos csokoládédrazsi reklámba öltözött, sárgára volt festve, piros, kék, vidám golyócskákkal, habzsold az életet, az ablakok mögött fekete embertömeg, a szélvédőn a vezető arcának sápatak foltja. A villamos acélökölként csapódott be a feltorlódott szerelvényekbe. Az ütközés annyira borzalmas volt, hogy a hátsó kocsi kisiklott, és oldalára fordulva csúszott az úttesten, amit már letakarított a pár perce ugyanerre a sorsra jutó előző szerelvény. Hát ez kibaszott király! Vetette oda Jindra, hüledezve Pistának. Nézd már! Mutatta Pista ujjával az irányt. Motor felől újabb szerelvény érkezett. Mi a fészkes fene van, mindenki beszart! Minden beszart, közölte Pista tárgyilagosan. Gyerünk, nézzük meg, mondta Indra. Ahogy közelebb értek a barikádhoz, látták, hogy ez nem csak villamos kocsikból áll. A fém káoszba beékelődtek az előző szerelmény halálos csapásának martalékává lett személyautók. Ahogy Pistával a katasztrófa helyszíne felé tartottak, Indrán eluralkodott valamiféle emelkedett hangulat, ami nem áll túlságosan messze a szexuális izgalomtól, az a kis bevizelt poloska reggel rendesen felturbozta, az attrakció rúzsával pedig azért szart sem ért, mert döglött közben, mint egy leszúrt disznó, az a részek picsa. Nem értette, mi történik pontosan, viszont érezte, hogy aminek éppen a szemtanúja, az semmihez se fogható, amit azelőtt átélt. Minden ember körülötte, aki normális esetben verdájában fuvarozza az ülepét, az irodájában döglik, szart se csinál, csak képeket vág a tisztességes emberekre, ezek most mind szarba vannak. Hogy is mondta Pista? Minden beszart. Nagyon jól mondta. Minden beszart, és mivel szart se ér semmi, jó, hogy beszart. Mert ebből az olyan tisztességes ember, mint ő, csak előnyt kovácsolhat magának. Nem siettek.
lassú léptekkel haladtak, zsebretett kézzel, mint egy vasárnapi sétán. Észrevették, hogy a halott autók ablakaiból rémült tekintetek meredtek feléjük. Mindenki beszart, de ami a lényeg, mindenki beszart. Ez volt a másik fontos felismerés, amire Indra jutott. Nem tudta volna szavakkal kifejezni, viszont magában hordozta, és jobban fűtötte, mint a fernet. Fenyegető mozdulatot tett a csillogó BMW fényes ablaka irányába, elől egy manus az asszonnyal, hátul egy lány egy szőrös kutyával, ilyettükben mindannyian hátra rándultak, idegesek voltak, csoda, hogy be nem húgyoztak, ezt Indra teljesen tisztán látta. Totál be vannak rötyízve, rebdesett Indra szíve a mellkasában. Megtettek még 20 métert, és észrevettek egy kis csoportosulást, egy lebénult rendőrautót álltak körbe, két egyenruhás alakült benne. Nincs összeköttetés, kiabált a sofőr mellett ülő rendőr. Kezében az adóvevőt tartotta, és csavargatta a bakelit fogantyút. Nincs kapcsolatuk, mondta Indra Pistának, aki a hátára tapadt, és az embereket bámulta. Nincs kapocs, nincs parancs, és fordítva. Gyere, húzzunk innen, dünnyögte Pista. Nekem felfüggesztettem van, hagyd a zsalukat, azok gecik. Be vannak szarva, osztotta az észt Indra. Nem értette, hogy lehet Pista annyira hülye, hogy nem látja, mi van. Beszart a rendszer. És az lesz most az úr, aki nem gyáva.